Müller Cecília a sajtótájékoztatón kihangsúlyozta, továbbra is a brit mutáns agresszív terjedésének vagyunk tanúi, rendkívül leterheltek a kórházak és az intenzív osztályok. Hozzátette, a házi orvosok mellett a járvány kezelésében dolgozó valamennyi orvosnak lehetővé tették a favipiravir gyógyszer felírását, amely szavai szerint életeket menthet, megelőzhető általa a kórházba kerülés. Nagyon sok a fertőzött, és nagyon sok a kórházban lévő személy is. Ugyanis nem csak a fertőződésnek a gyakorisága nő az új brit mutáns révén, illetve még agresszívabb mutáns vírusok is felütik a fejüket, hanem a betegség lezajlásának a súlyossága is nagyon jelentősen növekszik. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon nagy az egyéni felelősség. Mindenkinek be kell tartania a járványügyi és higiéniás szabályokat. El kell kerülni a megfertőződést, hiszen senki sem tudhatja, hogy nála milyen súlyos lesz a betegség. 1.920.000 védőoltást adtunk már be Magyarországon. Ennyi ember kapta meg legalább az első védőoltását. Mint tudják, az idővel futunk versenyt, tehát rendkívül fontos az, hogy minél előbb megkapjuk a védőoltást, tehát aki megszólítatik, az menjen háziorvoshoz, illetve az oltóhelyre, hogy fel tudja venni a védőoltást, hiszen minden nappal közelebb kerül a védettséghez. Az első oltást követően is már egy jelentősebb védettség alakul ki, körülbelül 2 héten belül, majd nyilván azt követően is nő az ellenanyagszint, illetve fokozatosan alakul ki az úgynevezett sejtes immunitás a szervezetben. A második adaggal pedig megerősítjük tulajdonképpen ezt a védelmet. A járvánnyal összefüggő környezetegészségügyi adatokról Müller Cecília elmondta, átlagosan stagnál a szennyvízmintákban a vírus örökítő anyagának mennyisége, azonban néhány helyen, Salgótarjánban, Székesfehérváron, Szegeden, Zalaegerszegen és a budapesti agglomerációban emelkedést tapasztaltak.